Tóth Gábor vagyok, élelmiszeripari mérnök, táplálkozásbiológus. Elmondhatom, hogy fiatalon, 20 éves koromban változtattam az egész életemen, életvitelemen és gondolkodásomon is. Úgy láttam jónak, hogy megelőzöm a bajt, és sokszor az ember, amikor beteg, akkor változtat. Én már ideje korán megtettem ezt. Élelmiszeripari szakemberként az élelmiszeripar kulisszatitkaival foglalkozom, mert sokan nem tudják, hogy valójában mit is eszünk, mit is teszünk az asztalra. Sajnos sok titok van, amiről ma már beszélni kell, és beszélni is szabad, mert a bőrünkről, az életünkről, az egészségünkről van szó. Egész egyszerűen arról beszélek, hogy ha nem tudjuk, hogy mit eszünk, korábban megbetegszünk, korábban meghalunk, nem lehetünk a családunkkal és gyerekeinkkel, ez tehát nem játék. Most ez az, amiről én beszélek. Mai vendégemet bizonyára nem kell bemutatnom az egészséges táplálkozást követőknek, hiszen ő 20 éve táplálkozástudománnyal foglalkozik, és 10 könyvet is publikált ebben a témában. Eleinte mindezt csendesen tette, de ma már televíziókban, rádiókban és a legrangosabb fesztiválokon is elérhető az ő előadása, és mindezt tudományos alapokon teszi. Biztos kitaláltátok már, hogy ő nem más, mint Tóth Gábor, biogabi, élelmiszeripari mérnök. Szia, Gréta! Szia! Jó, hogy találkozunk. Én is nagyon örülök. Köszönöm. Erre? Igen. Engem nagyon érdekel egyébként a fiatal Gábor, hogy hogyan, miért lettél te élelmiszeripari mérnök, vagy egyáltalán mit akar ez? Mert szerintem nagyon sok ember ezt nem is tudja, hogy valójában. Nagyon szép és hangzatos név, de mit akar ez? Köszönöm a kérdést. A kémia, a biológia érdekelt igazán mindig. A matematika, a fizika annyira nem. És az állat szeretett állatvilág vonzott. A vegyészkarra fölvettek, de az vegyipar. Uh-huh. A műegyetem vegyészkarára föl is vettek. Igen, kimaradtam onnan, nem tetszett, mert annyi vegyi anyag, annyi mesterséges anyag. És az élelmiszeriparban éreztem, hogy ott természetesebb anyagok vannak, hiszen ez a testünkbe kerül. Azért csak megesszük ezeket, igen. Igen. Hozzá kell tennem, hogy csalódást okozott nekem az, amit láttam később. De javamra tudtam fordítani, vagyis hát a jóisten, mert hogy az élelmiszeripart már nem akartam ott hagyni. Azon gondolkodtam, hogy lehet ebből kihozni valami újat, valami jobbat. És szembesülnöm kellett azzal, hogy vagy beállok a sorba, mint mások, vagy sokan, tisztelt a kivételnek, vagy pedig egy merőben új világot képviselek. És rebellis leszel. És rebellis leszek. És azért ez azért, mert 20 éve. Mi volt az a változás, ami azt indította el benned, hogy már pedig te segítesz az embereknek, hogy tudják, hogy mi van az élelmiszerükben, amit megesznek? Az a sok betegség, amit láttam magam körül, nagyon tisztelen becsülöm az orvostudományt, az orvosokat, mégis azt láttam, hogy én nem vagyok orvos, és nem is leszek, de pusztán élelmiszertudósként, ha esetleg ebbe az irányba el tudnék menni, akkor tudnék az embereknek segíteni. Nyilván nem a gyógyításban, de mégis abban. Tulajdonképpen mert kiderül, abban? Hogy a megbetegedéseinknek a több mint a fele, de inkább mondanám, hogy a 70-75%-a itt rendi. A táplálkozáson múlik, azt gondolod? Úgy mondanám, hogy a fele azon múlik, a fennmaradó 50%-nak meg a kétharmada összefüggésben van. És mi kell ahhoz, hogy az ember teljesen egészségesnek mondhassa magát? Mi szükséges ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy egészségesek vagyunk? Ugye a definíció szerint testi, lelki, szociális jólét, nem gondolom azt, hogy minden az étrend, de azt gondolom, hogy az étrendemen keresztül én vagyok. Tehát én definiálom magam az étrendemen keresztül. Az össze-vissza élő ember, az össze-vissza gondolkodó ember össze-vissza fog étkezni. A kérdést visszafordítom, a tudatosan, rendezetten
enni kezdő polgár tudatosan kezd gondolkodni. Uh-huh. Történt a bennük egy olyan változás, amit az étrendnél kezdtek el. Uh-huh. Az étrend egy meghosszabbított kéz, mert az ember szerintem nem tud rögtön mindenben megváltozni, de amikor megváltoztatja az étrendjét, ez visszahat rá. A gondolkodására. Ahogy a hűtőt kinyitom, és már nem uh-huh. az van benne, ami korábban uh-huh. volt, az ember folyamatosan tükörben néz, amikor a hűtőben néz. Ez fantasztikus. És amikor azt látja, hogy volt egy felvágott, meg egy sajt, és most van egy nyers, egy saláta, egy vegán dressing, folyamatosan visszahat rá. És mivel egy ember naponta 3-5 étkezik, ennyiszer néz tükörbe. Tehát sokkal többször nézünk be a hűtőbe, mint a saját otthoni tükrünkbe, ezáltal az étrend a saját tükrömmé válik, viszont. És visszahat rám, és ezen én is végigmentem fokról fokra. És ez a vásárlásban is szerinted megmutatkozik, amikor az élelmiszereinket igen. megvásároljuk? Mert tulajdonképpen akkor is egyfajta tükröt látunk, amikor a polcról emeljük ezeket, igen. nem? Minden egyes étkezésem egy döntés. Minden egyes vásárlásom egy döntés, és amikor az emberben megjelenik az a tudat, hogy amit én ma megvettem, azt a gyártó le fogja gyártani újra. Tehát amikor tovább gondolom a kérdést, és azt mondom, hogy ez már nem csak rólam szól, mert ha én vettem egy csokoládét, vagy egy sajtot, vagy egy tejterméket, vagy egy húst, azt a húsipar, vagy édesipar le fogja gyártani, az újabb környezetterheléssel, újabb halállal fog járni. Vagyis közvetve az én vásárlásommal támogatok egy irányt, igen, iparágakat, környezetterhelést, és fönntartok olyan, szerintem ma már fenntarthatatlan rendszereket, részt veszek. Ez egy voks. Tehát én voksolok. Nem csak a politikában voksolunk, hanem minden egyes vásárlásnál voksolok. Ez egyik. A másik pedig az, hogy Szentgyörgy után szabadon, ugye az étrend hatására a testem közvetlenül befolyásolódik, tehát miközben zárom otthon az ajtómat, az autómat, meg rettegek, hogy mikor mit törnek fel, a saját ereimben áramló vér, ami több 1000 kilométer hosszan a véremet szállítja, és visszahat rám, amiből most mi beszélgetünk, a tudat, a gondolkodás is, az agyi vérkeringésemtől is függ, vajon nekem most milyen vér kering az agyamban? Azt, amit vacsoráztam tegnap, vagy azt, amit ma reggel isztem, milyen vitaminok vannak, stb. Szóval itt van egy fizikai kérdés, van egy spirituális, lelki kérdés, és a Scheyer-féle stresszelmélet óta tudjuk, hogy az emberben nincs külön fizikai és lelki raktár, hanem a szervezetünk egy ugyanazon glikogén és más raktárakból, ATP raktárakból dolgozik, vagyis amikor stresszelek, amikor gondolkodom, ugyanazokból a raktárakból élek, mint amikor futok. És amikor megértem, hogy a testben egy ugyanazon, mint egy V, egy ugyanazon raktárból dolgozik a test és a lelki folyamatok, és ugye a Scheyer doktor ez bebizonyította elég komolyan, hogy hormonok, enzimek, emésztés, és így tovább, onnantól komolyabban veszem a fizikai dolgokat, tekintettel arra, hogy a lelki folyamataim is ebből részben adódnak, részben környezeti és más tényezőktől is függnek, és amit mondtam, a szociális jólét, tehát ugye tudjuk, hogy minden gondolat hormonokat képez a testben, és minden étel hormonokat képez a testben. Innentől eljutok addig, hogy a gondolat és a gondolkodás és az étkezés összefügg. Amikor az ember ezt megérti, máshogy kezdi nézni a tányért és az étkezést is. Én, ahogy látom, egyre betegebb a társadalom. Szerinted mi a fő oka ennek? A megbetegedések egyik oka a fertőzések, a másik oka a nem fertőző betegségek. És ugye itt a megbetegedések a jelentős gondolok, része igen. a nem fertőző. Hozzáteszem, a kettő összefügg. Tehát egy rossz emésztőrendszerrel bíró ember, vagy rosszul működő vírusokra, baktériumokra is sokkal, sokkal fogékonyabb. Tehát lényegében azt merem mondani, hogy az életmód dependens, az életmód függő folyamatok elég erőteljesek, és egy őrületes paradoxon, hogy a tudomány olyan fejlett, gyakorlatilag mindent, megmerem kockáztatni, majdnem mindent tudunk, vagy tud a szakma. Rengeteg fehér folt van, ez igaz, de
Ahhoz, hogy most mi 120 évig éljünk legalább, a szakma elegendő tudásra rendelkezik. Elég komoly dolog. És ez mégsem történik igen. meg, hiszen ugye a férfiaknál azt hiszem 65 év az átlag életkor, igen. vagy 70 év, hát és ez szerintem nagyon elkeserítő. Igen. Pedig, ahogy mondod, nagyon fejlett az orvostudomány, és mégis. Igen, de ugye az a gond, hogy van egy ilyen mondás, hogy minden ember 25 évig él, majd 25 év után szokásaiban él tovább. Értem. Pedig akkor kellene igazán fejlődnie. Nem ez az. Emberben. Nem az a fontos, hogy hány évig élek, mert hogyha 70 évemből én 30-at nyomorúságban töltök, akkor én csak 40 évig éltem. A lényeg az, hogy kognitív, tehát tudati és minőségi életet hány éves koromig élek, és ehhez képest nem vagyunk sokkal jobb helyzetben, mint a középkor. Mert ez elég elkeserítő. Igen, 40 éves kortól a diabétesz népbetegség Magyarországon, és így tovább. Tehát lényegében azt merem mondani, hogy az életkort kitoltuk, ezzel a szenvedést is kitoltuk. Ha az életkort kitolod, az felelősséggel jár, mert a minőség életkort tolt ki. És itt jön a minőségi élet, és ez a lényeg, hogy étrend, testmozgás, megfelelő pihenés, éjszakai alvás, hidratáció, külső-belső vízkezelések, tudat, gondolkodás, mértéktartás és egészséges kapcsolatok. Igen, tehát vannak azok az háló is így van. Fontos. És nem felejtem el hozzátenni, hogy hit. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az emberi tudat, az emberi agy úgy van megalkotva, hogy amikor biztos kapaszkodót találsz, biztos nyugalmat találsz, egészen más enzim működés van, egészen más hormon működés van. Gréta, én merem mondani, hogy valami kémiailag történik bennünk, amikor élő nyers ételeket fogyasztunk. A vegán megfelelő társításokkal minden szinten tökéletes, a tisztán növényalapú étrend úgynevezett terápiás modell. De mivel az emberek 90%-a beteg, ezért gyakorlatilag a terápiás vegán átlag étrendnek is alkalmas. Most aki nem beteg, hanem sportoló, kiderül, hogy a maratonfutók, nem két maraton, hosszú táv ultrafutóval találkoztam, saját maga lett vegán. Kipróbálta a húst, a zsírt, a sajtot. De azt, tehát egytől egyik 100%-ban az ultrafutók azt mondták, hogy amikor a húst elhagyták, akkor ment a futás jól. Tehát önmaguk ez jöttek rá tulajdonképpen. Empirikus vegánság. Igen. Tehát van az empirikus vegánság, a tudományos vegánság a pécsi tanulmány, és a meggyőződéses vegánság, amikor valamilyen hitvallás, állatszeretet, stb. Miatt. Tehát a vegánt, most már azt mondom, Gréta, hogy minden oldal igazolja. Meg kell érteni, hogy amikor én egy falatot elfogyasztok, akkor egy 24-30 órás gombot nyomok meg. És ez nem játék. Tehát ez nem úgy működik, hogy éhes vagyok, eszek valamit. 30, de jó esetben 24 óra alatt ugye az végigmegy, de kérlek szépen, ha én úgy ennék meg minden falatot, hogy egy teniszpályányi felületet hozok működésbe 24 órára, ez félelmetes. Ahogy az autómat sem járatom egész nap, az eszközeimre és gépeimre is figyelek, ha túlhevül ugye a számítógép. Miért van az, hogy az emberi test nem szent dolog az embereknek, de a számítógép meg az autó az igen. Nem tekintjük a testünket szentnek. Ez a baj. És én azt látom, hogy az ember szent. Ugye a szent azt jelenti, hogy elkülönített. Bizonyos célra elkülönít ez a szent. Az emberi test gondolkodásra van elkülönítve. Adni, szolgálni. És amikor az embert nem tekintjük így ilyennek, akkor az ember elveszíti ezt a képességet. És nézd meg, Réta, hogy amióta össze-vissza étkeznek az emberek, össze-vissza is gondolkodnak, és elveszíti az ember az alkalmasságát. És az élet egy része feleslegessé válik. Mert és ülök a televízió... És pótcselekvéseket hoznak be ezáltal így az van. Életükben. Tehát a minőségi élet fogalma eltűnik, és a valahogy éljük túl ezt a napot. És az életet. Tehát a felesleges idő fogalma jelenik, és az életet. Ha mondjuk, hogy egyszer élünk, az pont nem azt jelenti, hogy akkor csinálj, amit akarsz, érted? Hanem azt az használjuk hát valami bocsánat, de ha százszor élnék, ha csinálok, amit akarok. Ha egyszer élek,
akkor az nem mindegy. Mert ugye Stör Grétából egy van a világon. Mindannyiunkból egy van a világon. Ez nem játék. Egyszerűen nem vesszük azt tudomásul, hogy itt minden összefügg, és amikor én étkezem és elrontom, onnantól kezdve éveket veszítek. Az én vesztett évemet elveszíti a feleségem, elveszítik a gyerekeim, az unokáim. Hiszen mindenkire hatással igen. vagyunk. Tehát én meglopom őket. Amikor vegán leszel, és a vegánon belül is sok mindent helyre teszel, akkor a testben az történik, az emberi testben, hogy a különböző betegségfázisok együtt indulnak meg, és hogyha ez légzéssel, vízzel, sporttal párosul, lényegében egy fókuszpontban találkoznak, és a vegán, a jól végrehajtott vegán ezért egy gyors rehabilitációt hajt végre. Én elkövettem olyan hibákat, hogy meghagytam a tehéntejet, meghagytam a húst, meghagytam ezt, hogy csökkentsd. Van, aki úgy jönne hozzám, hogy Gábor, csak egyet kérek, hogy ne legyek vegán. Mert hogy csak esznek, mert hogy az, jó, hát a szalonna az... És rá kellett jönnöm, Gréta, hogy kérlek szépen a részleges változtatás nem hoz eredményt. A vérnyomás oké, csökken 20-20 mm-re, meg a koleszterin, de csak visszajön. De végső soron te a végső igazságot és a végső csodát szeretnéd nekik megmutatni. És magasra kell tenni a mércét. Muszáj. És te nagyon magasra tetted, és... Hát muszáj volt, igen. Nem is tudok nagyon megszólalni, mert olyan, mintha a szívemből beszéltél volna, és van az, amikor az ember nem tud mit mondani, és én csak szeretném neked megköszönni ezt az interjút és ezt a beszélgetést, mert én azt gondolom, hogy ezt, a Tóth Gábort, és ezt, amit most elmondtál, minden embernek kell hallani a világon. Örülök neki. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Gábor, ha már itt vagyunk nálad, akkor én megragadom az alkalmat, hogy készítsek neked valamit. Kihasználom az alkalmat arra, hogy megmutassuk a nézőknek ezeket az alapanyagokat, és nem is tudományosan, de egy kicsit hasznosan beszélgessünk róluk, mert általában látjuk ezt a boltokban, levesszük, de nem nagyon tudjuk, hogy mi mire jó. Úgyhogy ha gondolod, akkor ezeket átbeszélhetnénk. És az egyik nagyon nagy kedvencem például a póré. Mit tudsz erről a póréról mondani? Én közben felvágom, jó? Közben vágjuk nyugodtan. Ez egy igazi prebiotikus hatás. Hagymaféle. Ami mit jelent? Ugye azt veszük észre a pórénál, hogy amikor elkezdem mondjuk egy kicsit úgy párolni, dinsztelni, akkor ez nem fonnyad úgy meg, mint a vörös vagy lila hagyma. Megtartja egy kicsit a zöld színét is, nem? A színét is, igen. Tartja azért jobban, ezáltal egy testesebb hagymafélévé válik. A szervezetben pedig egy rendkívül jó bélvédő anyag. Azért mondtam, hogy prebiotikus, mert ugye a bélflóránkat táplálja, ugye hát híresen a pórihagyma, híresen prebiotikus. A másik, amit használok hozzá, az a gomba. Igen. Erről mit kell tudnunk, mert hogy azt mondják, hogy te vegán vagy és gombát eszel, erről azért vannak ilyen kis téves képzetek, mert hogy ugye nem, se nem növény, se nem önálló rendszertani csoport, igen. De az összetétele tekintetében inkább a növényekre hasonlít. Tehát nincsen benne ugye zsír, nincs benne vér, és a szövetei alapján erős a rost tartalma, viszont értékes fehérje forrás. A gombát legalább 30-szor rágjuk, ez fontos, hogy a rágás, tehát kétszer annyi, illetve a gyomor is meg kell mondjuk, hogy egy kicsit több savat termel rá, tehát a gyomor igyekszik emészteni. Ezért ugye a paradicsomos, amikor gombás ételt eszünk, akkor a paradicsom pont ide is van készítve, paradicsom abszolút együnk hozzá, és akkor a gyomor a képződés csökkenni fog. Ami nélkül nekem még nincs étel, az a fokhagyma. Igen. Amit ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez egy ilyen superfood tulajdonképpen, igaz? Igen. És ezt is fogom használni. Igen, és a vegán étrendben sokszor elhangzik, főleg vegyes táplálkozások részéről, hogy a vegán ételekből kevés szívódik fel, mert hogy minden csupa rost, meg alig van benne fehérje, stb. Na most, amikor ilyen fűszerezésekkel élünk, és hagymával, fokhagymával, pórihagymával, akkor ez felszívódás erősítő. A csili is egyébként javítja a felszívódást. Nézzük a paradicsomot, egyébként ez az egyik kedvencem. Nyilván én sem látok bele a zöldségbe, hogy mi van benne, tehát hogyha nem bio a termék, akkor azért sok minden előfordulhat. Van még egy fontos, amit külön kértél. A klorofil forrásunk. A klorofil. Mindig kell, hogy legyen zöld az ételünk, igen. Jó, hogyha nyersen, de az se baj, ha egy kicsit megpároljuk, megfőzzük. Hát a kedvencem a zöldborsó, mert ez egy olyan hüvelyes, ami édeskés ízű, és ezáltal nagyon édes sós ízvilág, nagyon
nagyon kellemes. Akkor azt gondolom, hogy hozzá is kezdhetünk ennek a főzéséhez. Először a fokhagymát fogom egy kicsit megfonnyasztani, utána a gombát, a púréhagymát, és utána egy kicsit paradicsommal lazítom, azt főzzük pár percig, fűszerezem, és utána kerül bele majd a zöldborsó, hiszen nem kell neki sok idő, nagyon zsenge zöldborsót hoztam. 1-2 percig összefőzzük. Nekem a főzésben nagyon fontos, hogy ne kelljen agyon főzni az ételt, hanem minél frissebben maradjon, ezért így minden van. Csak egy kicsit úgy át fogunk párolni. Így van, a felszínén is megmarad az ízvilág. Rendben, akkor segítesz? Vágjunk bele, jó. Segítek persze. Készen vagyunk, azt gondolom. Elkészültünk. A finom ragúval. Nem is akármilyen. Nem is akármilyen, mi már itt éreztük az illatát is, és annyi, hogy amit még nem mondtunk el, hogy a kókusztejet ugye a legvégén beletettük, és azzal igazából sűrűre kell egy pár perc alatt főzni. Mennyi időbe telt ezt elkészíteni? Mert mindig azt mondják, hogy nekik nincs idejük növényétrenden élni, mert az annyira macerás. Hát én 10 percet számoltam körülbelül 10-12 perc, max. Negyed óra. Max. 15 perc, igen. Tálasz nekem is, köszönöm szépen. Neked is. A csodálatos barna rizs. Tulajdonképpen a hagymát ugye megdínszteltük, aztán a gombának kellett egy kis idő, a zöldborsónak igazából olyan sok nem kellett. Fűszerek és a tejszín, növényi tejszín került rá. Pontosan, és ugye salátát is eszünk hozzá, mert azt mondjuk, hogy frisset, ropogósat általában mindig kell. És én ezt a kis Dijon öntetet fogom rárakni. Ez nem áll másból, mint egy kevés olívaolajból, citromból, Dijon mustárból és agave szirupból, és ezt így ebben a kis cumiban összerázom. Ez is körülbelül 3 perc, egy egészséges saláta öntet. Igazi citromból, és csak összekeverem. Van milyen benne, egyszerű és milyen finom íz. Ugye? Van benne rukkola, nem tudom, hogy szereted-e a rukkolát. Nagyon. Én nagyon-nagyon. Van benne tölgysaláta és Lolo Rosso. Nincs más hátra, minden kóstol? Nem, ezt tudom neked. Parancsolj. És nincs más hátra, nézzük meg, mit főztünk együtt. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a sok-sok hasznos tippet, és azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon szívesen. Nagyon-nagyon érdekes lesz. Én pedig lesz. A közös főzést. Igen, köszönöm szépen. Akkor jó étvágyat nekünk. Látjátok, elfogyott innen minden, maradéktalanul elpusztítottuk ezt az ételt, és nagyon-nagyon örülök, hogy Gábornak tetszett. Én pedig abban reménykedem, hogy ez az adás hasznos volt számotokra, és olyasmit tanultatok, és olyasmit hallottatok, ami még nem hangzott el, vagy amit még senkitől nem hallottunk. Én nálam nagyon ritka az, amikor szótlan maradok, hogyha valaki ismer, tudjátok, hogy mennyit tudok beszélni, és most, ahogy Gáborral beszélgettem, azt éreztem, hogy mintha egy ilyen csatorna nyílt volna meg, és elmondta volna azt az igazságot, amit én is folyamatosan évek óta mondok, és tényleg csodálatos volt. Remélem, hogy ti is így gondoljátok. A cikket a Gáborral való beszélgetésről, a kulisszatitkokról megtaláljátok a live.hu-n, és megnézhetitek a videóán, illetve egyéb csatornákon, és kövessetek minket, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!